Neville a Tudatosság Hatalma című hangoskönyv folytatása következik. Hálás köszönetemet szeretném kifejezni Dósa Szilárnak a Magyar Carnegie Principle Mesterelme Csoport vezetőjének, aki lehetővé tette ennek a könyvnek a magyar nyelvű megjelenését, valamint Szabó Petrának, aki a könyv fordítását végezte, és mindkettőjüknek köszönöm, hogy lehetővé tették, hogy ez a hangoskönyv eljusson hozzátok ilyen formában. Fogadjátok sok szeretettel! Első könyv, második fejezet. Tudatosság. Ami van, csupán tudatosságváltással változtatható meg. Az önmagadról alkotott elképzelés megváltoztatásával tudsz egyre nagyszerűbb elgondolásokat megjeleníteni. A megjelenítés, zárójelben a manifestáció, azt jelenti, hogy megtapasztalod ezeknek az elképzeléseknek az eredményeit a világodban. Nagyon fontos, hogy világosan megértsük, mi a tudatosság. A tudatosság az egyetlen valóság, az élet jelenségének első és egyetlen, mindent előidéző lényege. Semmi sem létezik az ember számára, csak aminek tudatában van. Ezért a tudatossághoz kell fordulnia, mert ezen alapszik az élet jelenségeinek magyarázata. Ha elfogadjuk a mindent előidéző lények gondolatát, abból következik, hogy ennek a mindent előidéző lényegnek a fejlődése sosem eredményezhet olyat, ami tőle eltérő. Vagyis, ha ez a mindent előidéző lények fény, akkor annak minden gyümölcse és megnyilvánulása szintén fény marad. Ha ez az első, mindent előidéző lényeg tudatosság, akkor minden gyümölcse és megnyilvánulása tudatosság marad. Mindaz, ami megfigyelhető, ugyanannak a dolognak a magasabb vagy az alacsonyabb frekvenciájú formája vagy változata. Más szavakkal, ha a tudatosság az egyetlen valóság, akkor annak kell lennie az egyetlen lényegnek is. Következésképpen, ami számodra körülménynek, állapotnak és anyagi tárgynak tűnik, az valójában csak a saját tudatosságod terméke. Te és környezeted nem tekinthető külön létezőnek. Te és a világod egyek vagytok. A dolgok tárgyasult megjelenésétől egyéni belső világod központja azaz tudatosságod felé kell fordulnod. Ha valóban meg szeretnéd ismerni az élet jelenségeinek okait, és tudni akarod, hogy hogyan használt fel ezt a tudást legmerészebb álmaid megvalósításához. Életed látszólagos ellentmondásai és ellentétei közepette kizárólag egyetlen alapelv munká, a tudatosságod irányít. A különbözőség nem a mindent előidéző lények sokféleségéből adódik, hanem egy azon lényegnek, tudatosságodnak, a változatos megjelenéséből. A világnak nincs saját motivációja, ezért céltalanul mozogna, ha nem kellene megjelenítenie a te elképzeléseidet. Az elméd előírásait. Az elméd pedig mindig az szerint formálódik, amit hiszel és amit igaznak fogadsz el. A gazdag ember, a szegény ember, a koldus és a tolvaj nem különböző elmék, hanem ugyanazon elmének a különböző elrendezései. Ugyanúgy, mint ahogy egy mágneses acéldarab szubstanciája sem különbözik a demagnetizált állapotban lévő acéldarabétól, hanem a molekulák elrendeződésében és sorrendjében van az eltérés. A mágnesességért egy meghatározott pályán keringő elektronok a felelősek. Amikor egy acéldarabot vagy bármi mást demagnetizálunk, a keringő elektronok nem állnak meg. Ezért a mágnesesség nem tűnik el a létezésből. A részecskék csak átrendeződnek, ezért nem okoznak külső, azaz érzékelhető hatást. Amikor a részecskék véletlenszerűen vannak elrendezve, vagyis össze-vissza keverednek, ekkor mondjuk, hogy az anyagot demagnetizáltuk. Ám amikor a részecskéket úgy rendezzük sorba, hogy egy irányba nézzenek, akkor az anyag mágneses lesz. A mágnesesség tehát nem létrejön, hanem csupán megmutatkozik. Az egészség, a gazdagság, a szépség és a zsenialitás, nem megteremte van, hanem megjelenítve az elme elrendezése által, azaz önmagadról alkotott elképzelés által. Az önmagadról alkotott elképzelés nem más, mint amit igaznak fogadsz el. Hogy mit fogadsz el igaznak, az csak is az életre adott válaszreakcióid elfogulatlan megfigyelése révén tárhatod fel. A reakcióid felfedik, hogyan élsz lélekben, és ahogy lélekben élsz, az határozza meg, hogyan élsz a külső látható világban. Ennek jelentősége a mindennapi életedben azonnal látható. A mindent előidéző lényeg alapvető természete a tudatosság. Tehát minden dolog végső lényege a tudatosság. A második fejezet vége. Örülök, hogy végighallgattad ezt a részt, és bízom benne, hogy adott számodra valamilyen értéket, valamilyen megértést. Köszönöm, hogyha egy lájkkal vagy hozzászólással támogatod a munkámat, valamint egy megosztással, és ha további információt szeretnél a Magyar Kárnegi Principle Mesterelme csoport működéséről, akkor a leírásban megtalálod a linkjét, valamint a könyvet fizikai formában megvásárolhatod a sikerkönyvek.célatudatosság.com oldalon. Ennek szintén megtalálja a linkjét a leírásban. További csodás napot kívánok neked! Hello!